Azok a képviselők, akik átálltak a VMS soraiba, kijátszották a zentai szavazópolgárokat, hiszen azok nem a képviselőket támogatták, hanem a párt programját, mondta Rácz Szabó László, az MPS elnöke. Nyugodtan el lehet menni a Magyar Polgári Szövetségből. Ezek után én ezt örömmel is veszem, de a mandátumot vissza kell adni. Mert ez a mandátum annak a programnak a tulajdona. Nem az enyém, nem az övé, senki, hanem annak a programnak a tulajdona, amit az emberek megszavaztak. A Magyar Polgári Szövetségnek teljesen át kell szerveznie a zentai szervezetét, hiszen Nagy Szilárd a helyi szervezet elnöke volt az egyik, aki elhagyta a pártot. Nagyon fontos feladat most az MPS helyi szervezetének teljes átszervezése, új elnök, elnökség megválasztása, és olyan tagság toborzása, akik valóban dolgozni akarnak, készülni akarnak a következő időszakra, amikor ugyanis majd ismét választások lesznek. Na, az ugye nem most lesz, egy kicsit később, de a munkának folytatódnia kell, nem szabad megtörnünk. Az MPS a párt megerősítése mellett új helyi szervezetek létrehozásán is dolgozik. Ennek eredménye a múlt héten megalakult topolyai szervezet is.